Szervusztok, szervusztok! Jelenleg egyedül. Hűha! Az igen. Oké. Ez még új. Szóval jelenleg egyedül, mert a többiek nem érnek rá igazániból, úgyhogy megnézzük, mit tudunk csinálni. Valószínűleg megpróbálunk pénzt keresni, mert mint azt nagyon jól láthatjátok, $1000 áll rendelkezésemre jelenleg. Ami hát finoman szólva se elég túl sok mindenre. Pláne úgy, hogy el kell mennem telefont vásárolni. Egyébként olyan dolgokon gondolkodtam vala, hogy miért be a trafi? Alig mentem gyorsan. Szóval olyan dolgokon gondolkodtam vala, hogy megpróbálkozhatnánk mással is, és nem zárnám le gyakorlatilag a tartalomgyártást kifejezetten csak RP-vel, mert ti is belefásultok, én meg pláne, hogyha csak azt csinálom, úgyhogy várok minden nemű javaslatot, hogy mihez volna kedvetek, mit látnátok szívesen, nálam is vannak azért ötletek. Lövöldözős játékokban nagyon szívesen benne vagyok, néha napján szoktam fifázni, IFC-zni, hogyha úgy tetszik a kis testeteknek, de igen, azt is egyébként szoktam, bár lehet, hogy mindenki jobban jár, hogyha nem látnak engem IFC-vel játszani. COD, mint olyan, pár most értem vele vissza, úgyhogy kibaszottul szar vagyok benne. De arra is lennék egyébként. Új játékok felé nem tudom mennyire kacsingassak amúgy, mert van az a Helldivers. Arra is lennék, mert egyébként maga a game nagyon tetszik, az alapkoncepció is, ahogy kinéz, az is. Talán el is pöfékelne szépen kényelmesen ezen a machinerin, ami itt van most a lábam mellett. Úgyhogy igen. De szép az autó. Úgyhogy igen. Várom igazándiból a javaslatokat, a visszajelzést, hogy... Vigyázz! Azt mondja még vigyázz. Hát bátya nem azért mondom, de mondjuk használj izét. Megkülönböztető jelzést, azt akkor lehet, hogy hallok. Be is szarok menten. Még vigyázz. Hát vigyázz te! Látom, itt van. Jó napok! Adjál nekem itt a... Az igen! És itt a... Micsoda választék? Ugye itt az úrfé. Ugye eladja neked. Na. Vessük bele magunkat. Nézzünk bele, hogy mi is ez igazándiból. Durrandunk egy cigit hozzá. Bazd meg, Ruszkó! Nálad maradt az öngyújtóm. Kurva életbe. És akkor nézzük meg. Hello! Azt mondja nekem, hogy hello. Angolul szeretném. Mi lenne, hogyha... De várjál, mert most kell egyébként a passcode. Face ID. Persze, hogy kell a Face ID. Persze, hogy dark kell. Welcome to LB phone. Az alapkoncepció gondolom teljesen ugyanaz. Hopp, képek azok nincsenek még. De tudjuk, hogy az Offroad, a Vipers, meg a Bartók művek azok zárva vannak. Ez jó. Ez remélem, hogy jól is fog működni. Kaptam ugye Nikola telefonja. Odafigyeljé? De várni, mert itt beállításokban van a telefonszámom talán. Fón. Hú, ilyen telefonszámok lesznek. Ej, more. Caller ID. Blokkolt kontaktok. Lehet blokkolni a kontaktokat. Nice. Streamer mód. Wallpaper ügyileg, meg mindenféle dolgok. Na, App Store, mint olyan. TikTok. Hát az köszönöm szépen, nem. Tinder. Szétadom, nem. Tárcsetet megnézzük, igen. Instagram, természetesen ugye Nikola hatalmas Instagram szeled lesz. Közvetlen Isti után. És Twitter. Na most nagy kérdés, hogy a Twitter az felváltja-e ezt a fajta Twittert, bár nagyon úgy érzem, hogy nem. Erre kell rámenni nyilván, kincskeresés. Hű, ez hol lehet? Ez szerintem
itt van amúgy. A... Hú, itt van, van befele itt a gazdag negyednél. Itt, itt... Anyikol a place-e. Pont erre gondoltam egyébként. Majd mindjárt megnézzük hát, ha ténylegesen ott van. Azért a mentőknek lennék a helyében, nem azért mondom. A munkaidőben itt 10 év van. Elmennek, fél óránként kapják a jó pénzeket. Azt nézd meg, ott szelfiznek. Basztáltál már ilyet? Azt nézd meg. Hát, minthogyha nem lenne jobb dolguk amúgy. Ezért hal meg ennyi ember. Hidd el nekem. Ezért hal meg ennyi ember. Hű, bátya! Mennyire felesleges volt már ott fékeznem egyébként. Ez úgy belém jött volna, hogyha izé gyorsabban jön 2 fokkal, mint a büdös vos. És az a baj, hogy most meg se tudom csörgetni egyébként a Ruiz-t például, hogyha esetleg feltolná az arcát, mert fék... Jó, nincs Rafi. Mert nincs meg a száma gyakorlatilag. Hopp, né, na, ezek a mentők legalább dolgoznak, ha... Őha. Hát... Hát... Jó, hát figyelj, igazából... Nikola nem áll meg ilyen dolgoknak. Nem a legál pályán mozog. Úgyhogy... Őtől aztán bárki meg is halhat gyakorlatilag. Na és én erre gondoltam. Itt. Egészen pontosan. És nagyon úgy tűnik, hogy ez az. Johnson's for sale. Vagy kurvára nem. Ugye? Ugye? Mutassad csak meg fel nekem. Ha, van egy ilyen kis... Hú, van előtte egy postalád. Hát kösz. De rozsdás postalád van előtte. Á, nincsen sok ilyen tábla egyébként, de hogy is. Megszámoljam, mennyi van? Ott az fölül? Nem. Följön nem mennék igazából. Ott már nincsenek ilyen házak. Még itt ezeket megnézzük. Nem. Ez még ki is sincs. Hopp. Hohoho! Baby! Yes, of course! Lássuk, mit kerestünk. Nem gondolom, mennyi időn keresztül. Majd fél órán keresztül. Nem szeretnék ehhez mit hozzáfűzni. Kezdem úgy érezni, hogy a játék gyakorlatilag kilát a képernyőn kívülre, és látja rajtam a 20 kg plusz súlyt. Jó, hát egy kondi bérlet igazából, mindegy, hát. Valami meg kell élni. Menjünk a munkaügybe. Nézzük meg, hogy miből élünk, miből lehet főzni gyakorlatilag. Mert szükség lehet. Némi pénzre, így kemény 800 dolcsival szerintem már egy kezdőjátékosnak is több pénze van, mint nekem. Na, ide főbaszatjuk, Mustanggal vagyunk, úgyhogy megtehetjük. Van bicikli bérlés. Lehet, hogy bicikliben kéne járnom. Vagy vennem kéne egy biciklit.
és azzal kéne járnom. Nu! Üdvözl leheletem. Ezektől félni kell. Csak óvatosan. Na most az építő munkás amúgy nem rossz. Csak kurva sok idő. Az útfenntartót régen játszottam. Akkor egy szar volt. Nem hiszem, hogy sokkal jobb. Az ételfutárt nyomtam, fasza is egyébként. Csak kurva monoton, és ilyen semmilyen se. Nincsen kontakt más emberekkel. Hitkarbantartó szintén zenész. A favágó kurva jól fizet. Viszont ugyanúgy egyébként véleményem szerint unalmas. Meg pénzt kell belekültni, bassza meg. Igazából még mindig a taxi felé hajlok. Úgyhogy taxisok leszünk. Ismételten, mintha csak visszamennénk az első streamre, Istinél. Megnézzük, nyomjuk egy fél óra, órát. Hát, ha jó lesz valamire. Aztán, ja. Szavasz. Most engem köszöntél, fiam, vagy mi van? Úgy tűnik. Szavasz, tesókám. Tiszteletem. Jó az autója. Spasiba. Sokat gyakoroltam érte. Igen? Hát, persze. Ez nem bitcoinos? Dehogy nem. Ja, hát akkor jó. Ez így mondom, mondtam én. Na jó. A rendéber őrei az dolgozzanak szépen. Megelőzzük. Kibasszuk ide balra. Megállunk. Így körbenézünk, aztán kicsapjuk ide balra. Ha úgy gondolják, hogy valami nem volt jó, akkor majd jól utána jönnek és jól megbasszák a lukamat igazából. Ezt nem néztem. 4 taxis van. 215 playerre. Ebből az egyik én vagyok, ugye? Csak még nem vagyok munkába. Na most, a nagyszámok törvénye alapján ebből lehetne pénzt keresni most. Úgyhogy ezt mindjárt meglátjuk. Fölmentem volna a kövénél is, mindegy. De bebasszuk balra, még egyszer balra. És nagyon ügyesen, okosan, szentimentálisan leparkolódunk. Éde. Puff. 10/10. Hopp. Egy taxit a Pécsi óra. Órák kérdése, és ott vagyok, csak át kell öltöznöm. Ez úgy tűnik, hogy működik. Lenullázzuk, megállítjuk. Így. Mondjuk plusz pénzt fogok ám főszámolni, köcsög? Itt ki kell mennem a városból? Hogy van ez? Pénz legyen. Jaj! Pina, szorítson, tyúkok előtt mindig legyen víz. Zsozáltyánk megmondta, ugyebár. Ennyi a lényeg a dolgoknak. Imádom úgy, hogy ennek a Priusnak be ezek 150-ig semmiben nincsen, utána elindulnak a motorok. Tudálunk 3-at, jelezzük, hogy meggyüttem. Írunk neki, hogy megérkezett a taxi. Azt jó világ. Tisztelet. Tiszteletem. Hova megyünk? Mi az? Városba kéne bemenni a lefoglalathoz. Jó kisba. Nyomassa, uram. Indulgatunk. Csak nem volt valami kisebb hepa itten a serügységgel. De volt. Gondolom. Volt egy kisebb. Incidens volt az? Aha. Haverokkal vagy egyedül? Hát egyedül csináltam a problémát, de én kaptam a legkevesebbet és bemállottam mindent, az a vicces. Iha. Na, mennyit kapott érte? $100. Ó, hát az kutyafasz, és semmi az sem. Azaz, többiek meg a börtönbe ülnek. Na, az fasz, hát maga meg így fogja, hívj taxit, nyugisba. Nem is hívtam amúgy. Nem? Serif. Ja, hogy még magának hívták így pluszba. Igen, mert nincs, elvették a telefonomat. Ja, persze, tudom. De nem, miért nem adja? Mi a fasz? Iha. Mit csinál? Na, hát álljunk meg, én ezt most megcipőzöm. Várja már, de most én... Hű, na várja, még mielőtt megcipőznéd, ezt nézzük meg. Várja, leállítom a órát. Várj, itt. Légy szíves. Leállítom, szépen. Persze. Hűha. Uram, meg jól volt. Van? Tiszteletem. Megremegő, figyeld. De szeretem ezeket a perdúkat. Uram, térjen ma magához. Hello.
Ezek kiszedjük a járműből, vagy mit kell ilyenkor csinálni? Jézusom, jól vannak. Hát mi jól vagyunk, nem mi rántottuk el a kormányt. Jézus kutyák faszom, mit kell ilyenkor csinálni? Kikeszedni a kocsiból, vagy mi van? Azt a kurva. Kiszedem. Ja. Kiszáll ő magától is, jól van. Jézus faszom, mi történt? Teljesen máshova néztem, és hirtelen annyit láttam, hogy a taxi. Jó nagyot így rántott az ér a kormányon. Azt a minden. Ön serif, nem? Igen. Ő hívta nekem a taxit. Igen. Mit hívjunk? Mit hívjunk? Mentőt? Vagy szerelőt? Vagy melyiket? Hát, szerelő megérne. A szerelő oké, és azt látom, de hogy mentőt hívjunk? Vagy hogy van? Á, majd bemegyek. Oké, és akkor hívok gyors egy izét. Szerelgetőt. Az meg. Nagyon hirtelen láttam a taxit, azt nem csúszom. Jé, kutyak faszát. Hát adta az érzésnek. Meg is borultál, vagy hogy, mi, hogy van ez? Nem tudom. Szakadt a kép. Hű, te drága faszom. Dudálgat ő. Az jó. Fú, bassza meg a ló. Elindult a szerelő, azt írja nekem. Hát nagyon remélem. De vontatóval, ugye? Persze, írtam, hogy tot akar. Hál' Istennek. Fú, bassza meg. Geci, mit kaphatott az ember, hogy beszaradott? Remélem nem volt deszinkronos, és azért baszódott oldalra. Nézze meg a... Na menjünk, uram, be! Menjünk! Minden rendben lesz akkor? Igen. Okésba. Meg vagyunk. További szép estét! Szép napok! További szép estét! Van izgalom, ne aggódja! Izgalom? Ez nekem mindennapos. Igen? Ja. Szóval te itten, neked mindennapos ezek az izé varázslatok, meg... Persze! Mi a faszom itt? Lövöldöző kutyakerekekre? Persze! Nagyon komolyba tolott ezt. Hát muszáj! Ha valaki nem, hogy taxisként meg akar megdöglen, annak muszáj tenni, érted? Nem célzásban mondom. Ja, például vágom. Azt akartam mondani. Megvan, ne aggódj. Aztán, miért, de most figyelj, nekem elmondhatod, tehát én mozgok nyugodtan ilyen dolgokba, szóval milyen izé körökben mozogsz, te miért lőtted ki ennek a csorónak a kerekét? El akartam rabolni, csak ő nem nagyon akart megállni. Rátartottam a fegyvert. Hogy a faszomba kaptál csak $100? Ki beszélte magam, tesó? Hát ez vagyok én. Én vágom, értem én, de hogy figyelj, már legutóbb nagyon kedves barátomnak izé volt. ATM rablás, mi a faszom, elkapták, miután menekült, azt rábasztak valami $4000. Mondjuk állítólag izé volt csak, félreértés, de hogy akkor is kapott valami, hát $700 izét, csekket. Hát nekem a maxos számlám 2000 volt, az is bankrabláson. Jézus faszom, megültél valakit? Megütöttem a rendőrt. Íjj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 j
Aha. Ami valami ilyesmi. Aha, de jó, most, ránk fogtak egy izét. Emberölési kísérletet, amit nem tudok miért. Gondolom a kerékkilövésért, de mindenkire ráfogták. Aztán ja. Jó, mondjuk technikailag, ja, benne van a pakliban ez. De most az a vicces, hogy engem kivittek serifségre, ők meg itt maradtak a rendőrségbe, börtönbe. Ezt mondjuk nem értem, hogy miért, de jó, hát... Bár a serifséggel volt nekem incidensem. Ja. A vágó? Ez hibrid amúgy? Az hibrid, de egy kutyaszar. Az hát. Kéne egy izé, mi? Na várjál, megfordulunk. Itt a bolt, oda elmegyünk, szia! Az kész. Hova megyünk a világ? Ja, volt de az. Itt ez a legközelebbi. Közelebb van, mint a bank. Bang bank. Bing bank. Na durranjad. Durranok. Futok, ja! Viccelek. Mennyire nem fut ő? Jó lesz ez a pénz, $60. Miről beszélgetsz? Visszamegyünk, érted? Ott topig megyünk. Konkrétan topig megyünk. Taxi, only taxi. Semmi más, viccelsz? Ebből fogom az összes pénzemet keresni. Mondjuk amióta ezt elkezdtem, ezen kívül csak egy hívás jött. Okésba? Okésba. Leállítottad az órát. Mire állítanom le az órát? Már láttam pénzt. Ja? Akkor jó. Látom már. Kisi bóra való. Te boríték. Á, köszöngetem. Ha meg kell egy fuvar, akkor írjál izé szolgáltatásokba. Oksa. Na ciao, szép ciao. Napok, hello, hello. Puszi. Azt mondja puszi. Ne nagyon puszilgassál te engemet, jó? Na. Kéne egy jó hely, mert szerintem arra már mentek, amit legutóbb küldtek. Nem tudom, hol menjek.
Aztán lehet, hogy főbaszom csak ide, az jó világ. Súgy! Szóljon érte bárki. Van még fizetés, vágod? Odafigyeljé! Kéne egy taxi, írok neki, hogy... ment már valaki önhöz? Mert amúgy hol van? Jó világ. És ezt nem tudom kirakni a mapra. Go. Mennyire kibaszottul jó. És azok ott a kollégák? Szétadom. Jó, hát elgurulunk arra maximum. Nem azt mondja, hogy nem kül.